Sok szülő már egészen picikorban szembesülhet azzal, hogy a gyermeke dac korszakba lépett. Milyen is ez a dac korszak? Hogy hogyan enyhíthetjük a gyermekünk dühét? Erre válaszol két kitűnő vendégünk, Vida Ágnes gyermekpszichológus és Tápai Szabina gyakorló édesanyja. No hát, mi a helyzet, Szabina, nálatok dac korszakilag, dac ügyben? Igen, bánunk, azonnal mondtad, hogy ne örüljek ennyire ennek a témának, gondolom érintett vagy. Ha csak a reggelemben indulok ki, otthon maradt az oknia a Beninek, amit ő most kesztyűnek akart használni. Ez csak természetes. Konkrétan az óviba nem volt hajlandó bejönni, és ordított, üvöltött, hogy menjünk haza, és óviba nem megy addig. Aztán sikerült vele megbeszélni. Hát én az a típus vagyok, aki próbálja a Bencének elmagyarázni, hogy egyrészt, hogyha üvöltesz, zokogsz, akkor nem értem, hogy mit mondasz, tehát nyugodj le, próbáld meg elmagyarázni, hogy most akkor mi a problémád, beszéljük meg. A férjem szerint nem mindig ez a legmegfelelőbb módszer, de... Mert ő inkább poroszos. Igen, a Gábor egy kicsit szigorúbb, tehát nálunk ő az erősebb ebben. Én egy kicsit így az anyuci szívvel inkább próbálom először megbeszélni vele. Ágnes, mi a véleményed erről a felvetésről? A megbeszélés maga. Mert én azt tapasztalom, hogy egy egészen pici gyerekkel lehet már komolyan beszélgetni. Igen, a megbeszélésnél nem is az a lényeg, hogy mit mondunk, hanem hogy mennyire határozottan meg türelmesen. Tehát az egészen kicsi, amikor így hisztizik, akkor ő azt akarja látni, hogy a anya higgadt tud maradni. Mert ha anya is kiborul, akkor együtt borulunk ki, és akkor egyre rosszabb a dolog, és megtanulja, hogy ez jó dolog, hiszen anya is csinálja. Úgyhogy azt látja, hogy én türelmes vagyok, magamat is meg kell nyugtatni, tehát Etelka módszer, a nyugodj meg Etelka, nyugodj meg Etelka, és ki az az Etelka, az én vagyok az Etelka, tehát nem a gyereket kell megmutatni, saját magamnak kell néha 10-ig számolni, mielőtt. De működhet ez a 10-ig számolós módszer, vagy a 10-től visszaszámolós módszer magunkban, ez működhet? Vagy működik, mert abban segít, hogy tudatossá tegyem, hogy ne én akarjak most itt oda csapni, bosszút állni, víz alá dugni a gyereket, mert mindenféle egyék van, amikor az ember eszébe fölmerül, pláne, hogyha egy Tesco között is, hogy így körülnézek, és mindenki igen. Engem néz, és de gáz. De jó, amit mondasz, nem mondom meg, hogy... Nem is Tesco között. Utcán, igen, és télen, amikor jönnek a nénik, hogy nem fog megfázni. Fekszik a földön. Az általános volt. Volt ilyen? Hogy ne lett volna. Na, és hogyan kezelted? Egy éves kora utántól, amikor ő elkezdett járni, fogta, lecsapta magát a földre, ugye a megvető szemek az anyukára, hogy úristen, de hisztis gyerek, persze. Mit csinálsz vele? Hát én olyankor egy kicsit ott hagytam, tehát én úgy elindultam, nyugodtan sírjon, na akkor még jobban megvető szemek jöttek rá, hogy úristen, milyen anya. De egyébként nekem ez bevált módszer volt, hogy egy kicsit ott hagytam, és akkor utána már jött is utánam, és akkor nem volt semmi probléma. Én egyszer azt csináltam, és aztán mondjátok, hát vessetek meg, vagy mondjátok azt, hogy értsetek vele, menjen. Szóval egy bevásárló központ kellős közepén, még csak hogy nem is, amit te mondtál, nem is csak egy nagy áruházlánc kellős közepe, és akkor Lóci fiam volt 3-4 éves, és ezzel, amit mondott, levetette magát a földre, mondjuk nem volt pocsolja szerencsére. És akkor én azt csináltam, én ugyanazt csináltam, amit ő is, én is ledobtam magamat a földre, elkezdtem üvöltözni, és hát a megvető szemek. Szóval azt hagyjuk, mert jó, német Krisztóról tudtuk ezt, meg azt, meg az, de teljesen gáz, azt még nem. Tehát mindegy, ott nyilván a bulvár újságíróknak, ott fotózók örültek ennek a témának. De a dolognak lényege az, hogy Lóci annyira meghökkent ezen a dolgon, hogy abba hagyta, és aztán nem is nagyon volt nekünk ilyen nagy hisztink utána már. Igen, jó. Van egy olyan megoldás, hogy anyuk azt csinálta, hogy levideózta és megmutat. Egyrészt a gyerek, amikor látta, hogy anya videóz, de izgalmas, másrészt megmutatta a gyereknek. És akkor a gyerek jelölt, hogy Jézus, ezt csantott, hogy. Ez két és fél, három éves kor után működik, tehát kétféle hiszti van, az egyik ez a distressz, amikor még ilyen pici, egy-két éves, és így éhes, szomjas, álmos, nyűgös, túlingerel, és akkor nagyon ki kell magából, és ilyenkor nem lehet, aztán nem tud csak úgy ebből kizökkenni, nem segíteni kell neki, hogy kizökkenjen, és megnyugodjon. A 3-4 évesnél azért már ott van az is, hogy tudom, hogy ennek hatása van, tehát, hogy ezzel lehet jégkrémet szerezni a kasszán, akár nagy dobozos legóta, tehát hogy így valamit el lehet vele érni, és akkor úgy már tudatosan is használja. Persze ott is lehet, hogy nyűgös fáradt, tehát főként ez a bevásárlás szituáció, ez nagyon gyakori, hogy ott lefárad, és... Szabina, te hogyan vagy, mert én bevallom azt a gyengeségemet is őszintén, én engem azért meg... Szóval az ujja köré tud csavarni még a mai napig a fiam. Nálam is ez a helyzet, szóval amikor nagyon szépen szól, hogy anyuci, ezt szeretném, azt szeretném, hát akkor anyuci. Hát akkor miért? Akkor megkapod.
És akkor mit utána kapok a Gábortól, hogy te mindig mindent neki megadsz meg, hogyha ő szépenként, hát most elolvad. Pont ezt akartam kérdezni, egyébként Gáborral is így hasonló metodika, tehát hogyha ő kér valamit, vagy tőle kérsz, amit én szépen, az is megoldódik, de erre a következő adásban fogunk majd egyszer visszatérni. Nagyon szépen köszönjük, ennyi idő jutott mára.